Üdv mindenkinek, Ronin vagyok, ez pedig itt a Shadow of Mordor 9. epizódja. Az előző részben levadásztunk egy csomó Warchiefet, és úgy látszik, hogy most van egy fő missionünk hátra. Ugye láthatjátok, a Sauron szemével van jelölve, úgyhogy lássunk is hozzá, valószínűleg nem lesz sokkal nehezebb, mint az előző. Úgyhogy nem is húznám tovább az időt. Csapjunk a lecsóba. Oh, ja, igen, be kell menni a lázadók bázisához. Oké, okay. Easy. Így van, meg kell mérkőznünk. Azt hiszem az a nagy kalapácsos ott a jobb szélen lesz az ellenfelünk. Vagy buzogányos, teljesen mindegy. Ó, igen, a Gravewalker, ami becenevünk, ugye a sírjáró. Ugye úgy látszik, hogy ez a Sauron keze, ez kicsit átment Rampage módba is elkezdett mindenkit levadászni. Egészen addig, amíg mi nem szállunk vele szembe. Itt az idő, rendet tegyünk. Nice. Hol a kardod? Hát, csórikám, ez kifekít. Na jó, tanítsuk Móresre ezt a Sauron kezét, hogy ki ez. Elvileg ki vagyunk maxolva, úgyhogy nem kéne, hogy nehéz legyen. Némi dodge képességet kíván ez maga. Red bag. Nice buzogány. By the way. Kop. Ja, valószínűleg ezután már nem kellene fel. Itt vagyok. Na igen, ugye ő volt az, aki a kezünkre ütött a buzogányával, és megcsinálta azt a sebet, ami azóta is fénylik. Értitek? Fénylik. Oh god. Nem kéne videót csinálnom korán reggel. Na jó. Bonusodjet is, senk. Wowly moly. Hey. Te ott van, te szintúgy. Állj meg, adj vissza egy kis fókuszt, hölgy. Oké. Okay. Eltüntetjük a szolgákat, hogy törődhessünk a mesterrel. Whoop, face! Wow, távolsági támadás. Nice. Wow, shit. Oké. Okay. Jóóóólé, szép volt. Hú. Hányan vannak még? Hárman? Oh shit! Hát az a Shank grabbed Uruk-ten, ez nem fog sikerülni, tehát el kéne kapni egy Urukot, és el kéne kezdeni szurkálni, de hogy... Hát nem, nem, ez nem fog sikerülni. Csata közben nem szeretem ezt a Shanking Ability-t használni, mert... Oh, bázeg, beragadtam. Nagyon lassú. Egyrészt, másrészt nem érek el vele semmit. Majd most megpróbálkozok vele. Félneértés ne essék, már nyomhatnám a csatát, de megpróbálom ezt a bonus mission-t. Gyere, gyere, gyere! Oké. Okay. Jó, hogy a szúrásból kell 10. Oké. Okay. Oké, okay, ez még lehet, hogy sikerülni is fog. Erre nyomunk egy combat finishert, hogy boldog legyen. Oh shit, eltalált a range attack. 1, 2, 3, 4, oké. Okay. Oh, lecsapta a saját emberét.
Ui, ranged attack. Jól van. Na, oké, megvagyunk. Oké. Azt hittem, hogy 10 urukot kéne kinyírni. Oh, shit, elkapott. Hey. Holy moly. Oh, wow. Meg tudja törni a támadást. Oh, shit, nem lehet kivédeni. Nice. Végre valami ellenfél, aki... Van némi kihívás nyújt. Na, nézzük a... Ó, oh, nem, nem lehet vautozni, oké. Okay. Ezt pedig nem lehet kivédeni, nem tudom miért kínálja föl. Na jó, próbálkozzunk. Ezt ki lehet védeni. Ó, oh, ezt viszont nem lehet. Jaj, nem lehet vautozni, jó. Próbáljuk meg a tüzet, hopp. Gyere, gyere. Ugye mivel már egyedül van, ezért igazából nem túl félelmetes, tehát egy ellenfélre kell figyelni, akkor nem nagy gáz. Gyere! Wow! Pedig nyomtam, na mindegy. Ó, és nem lehet blokkolni se így. Akkor... Opa! Fé. Holy! Oké! Okay. Úgy látszik hívott néhány orkot még. Ranged attack? Valószínűleg immun is rá. Yep, teljesen. Teljes mértékben. Jó, akkor föltöltjük a combat finisherünket az orkokon. Ezt megpróbáljuk benyomni a Gravewalkerbe. Vagy mi ebbe a izébe, Hammerbe. Ah, oh, shit. A hagyná persze. Ah. Nem szabad túl messze kerülnöm tőle, mert akkor nem fogom tudni beletolni a finishert. Ez az. Ízzik a páncélod, öcsém. Mi a probléma? Meleged van? Hát bizony, Mordorban ilyen az időjárás. Na, akkor még egyet. Csak így a... Ó, oh, hát ez mekkora király! Érem vissza a kardomatomra. Ó, oh, holy! Ez fight? What? Kifektetett mindenkit. Hogy töltsem fel így a combat finisheremet, ha mindenkit kivitsz? Ó! Oh. Na jó, nem kiabálsz, nem csapkodsz, nem hisztizál. Szépen tessék megdögleni. Hát ő azt egyértelmű, hogy nem fogom tudni grippelni a csávót, tehát valószínűleg ki kell nyírni úgy, ahogy van egy az egybe. Hopp, ez félrement. Sorry for that. Oh! Shit. Hú, de gyorsan megtöri a kombót. Nincs is időm visszavágni. Áó. Nem! Őt! Azaz. Hát úgy látszik csak a combat finisher, tehát itt más nem játszik. Menjél innen és várj a sorodra. Wow. Nem! Nem töröd meg még egyszer a kombóban. Hey, jó. Ja, ezzel csak hívja az orkokat? Oké. Okay. Egy bum-bumot oda küldünk. Olé. Van még egy szenyó. Ah, nem tudok. Vagy nyilakat akartam szerezni, de nem sikerült. Még mielőtt csinálsz bármi vicceset. Ó, de igen, a sötétség nagyon finom, és most pusztulj el, please. Ó, oh, yes. Ezt a feleségemért. Oké. Okay. Hát nem volt túl nehéz végül is. Vicces volt, hogy az orkok közben még rohangáltak körülöttünk. Hmm.
Király hajad van, kis csaj. Hoppá. Úgy látszik, hogy valaki tud Celebrimborról. Tehát most nyílik meg ugye a másik másik hely. A Nurneni partok. És ez a Queen of Shores, ez a királynő, vagy hercegnő, vagy valami hasonló, ez ennek látomásai voltak arról, hogy visszatér Celebrimbor, úgyhogy valószínűleg tud arról, hogy velünk van Celebrimbor, és úgy harcolunk, úgyhogy meg kell látogassuk. És így nyílik meg ugye a másik terület, amiről beszéltem, ami egy kicsit zöldebb, meg egy kicsit szebb, és ott nyílik majd meg az a képesség, ugye, hogy brandeljünk az urkokat, tehát hogy a szolgálatunkba állítsuk őket. Itt nem is nagyon maradt más, csak egy kartfejlesztős küldetés. Meg az előbb láttam valami rabszolga felszabadítósat, de mindegy, akkor csináljuk meg a kardosat, kimaxoljuk szerencsétlen pengénket végre, és akkor utána megcsinálhatjuk a következő story missiont, ami valószínűleg már átvisz minket. Itt van a rabszolgás. Átvisz minket a következő területre. Már alig várom. Brandelni az urukokat nagyon-nagyon nagy fán. Haj. Jó. The Uprising. Oké, de nekünk most ez kell. Legend of Sword Urfile. Valószínűleg ghoulokat kell nyírnom megint, nem? Oh, nem! Combat Drainer, okay. Fight off! Ah, fuck, nem engedte! Hopp, hopp, ácsi! Nope! Na! Ah, még egyet? Okay. Wow, wait, nem ez a Combat Drain? Várjatok valamit, akkor összekevertem. És már is halott 20 uruk. Oké. Hopp, gurul. Hopp. Valami, összekevertem akkor. A Combat Drain? Én azt hittem, hogy ez a Combat Drain. Várjatok egy türelmet. Grab interact. Actions. Combat drain C. Igen. És akkor miért nem engedte csinálni? Vagy stunolt ellenfeleken kell? Nope. Ez érdekes. Vagy a leterített ellenfeleken kell. Na majd mindjárt kipróbáljuk szépen. 5-öt kell belőlük, úgyhogy el fog tartani egy darabig. Combat Drain. Hát én meg voltam róla győződve, hogy az E betűs az. Ott lehet, hogy őt kellett volna. Na majd most. Nem engedi. Lehet, hogy én vagyok béna. Ugye el kell kapni őket. Valószínűleg az lesz még a másik lehetőség. Elkap. C. Nem. Csak drain van. Combat drain nem enged.
anyád? Megbögdösött a lándzsájával. Nem, nem csinál, semmit nem csinál, hogy a C-t nyomok, úgyhogy szerintem valami probléma van itt. Na, hát nézzük már utána, hogy hogy a francba kell ezt. Options? Actions-t kéne valahol. Na, game settings, na. Weapons, runes, ezek nem azok. Artifacts, nature, people, lore, visions, tutorials. Na, itt van tutorials. Combat drain. Karagor, last chance struggle. Karagor, úristen. Not discovered. What? Shadow strike, wrath, quick distract, last chance, Karagor. Double counter, awareness, mission, stealth, ground, counter. Nincsen meg a combat drain. Wait a minute. Poison. Itt kell lennie valahol. Reflash, stealth drain. Combat drain. Oh, I see. Amikor okay, I got it, sorry. Okay, megvan. Nincs gond. Ez a combat drain. Amikor lángol a kardunk, akkor tudjuk megcsinálni. Okay. Hát azt easy, azt megcsináljuk. Az a nincsen gond. Opa, félrenyomtam. Közel van az F meg a C, sorry. Na. Az nem lesz meg. Basszus. Na, várjátok. Akkor megpróbáljuk blokkból összeszedni. Még valaki? Oh, shit. Jó, hát ez nem lesz meg. Nem lesz meg. De sokan vagytok. És itt egy kapitány úgy látszik. Valahol. Oh, shit! Pont egy berserkert. Oh, God. Ezek a pajzsosok. Jó, hát ez lehet, ez a bónusz nem lesz már meg. Mindegy. Ha így átugrálok fölöttük, az nem számít izének, az a baj. Na jó. Hát akkor ezt a bónuszt most elbuktuk. Túl későn jöttem rá, hogy mi ez a combat drain shit. Wow. Ami a végén megölnek. Mondjuk, ha megölnének, akkor újra tudnám kezdeni a küldetést, de nem igazán akarom ezzel húzni, szóval... Fuck it! Hát 50 pénzt buktunk vele, de mindegy. A kardunk végre maxolva van. Nice! És milyen bedesszül néz már ki az a rúna rajta. Awesome! Yeah! Okay, szóval, megvan a kard, és ezúttal, ha minden igaz, akkor föl tudjuk már fejleszteni... Fogjuk fejleszteni az utolsó upgrade-et. Tehát... Storm of Urfael. Done. Jó drága volt, de megvettük. Ez az. Na jó. Dippeljünk innen, én azt mondom, bár most elszaladt tőlünk mindenki, mert be volt parázva. Ez a küldetés is kész van, és itt van még egy rabszolgaszabadítós. Oh my god, sose lesz ezeknek vége. Gyorsan ledaráljuk azt is. Kicsit kellemetlen, hogy nem sikerült most ez a bónusz, amíg eddig mindegyik sikerült. Te ki vagy egyébként? Vulnerable to ranged attack. Okay. Azt hiszem, te most pont útba esel nekem. Úgyhogy, ja. Ezt most így hirtelen, de rögtön le is rendezzük. Ow! You motherfucker! Na jó. A berserkerekkel nem szórakozunk. Menjünk üldözni. Ide messze van, kéne egy karagor. Meglovagolhatnék. Jó. Cool. Vagy... Kéne mindenhova egy orka, hova elteleportálhatnék.
Na, sem egy rossz megoldás, és kérem vissza az nyilvesszőimet, please. Thank you. Egyébként kommentekben kérdeztétek többen is, hogy néhány kommentben néhányan privátban, hogy lesz-e Assassin's Creed játék. Szerintem nem, mert az Assassin's Creed 1 az már nagyon-nagyon régi. Nem is az, hogy nem volt jó a maga idejében. Inkább úgy mondom, hogy az idővel csúnyább lett. Tehát úgy értem, hogy az még olyan, mint egy kísérleti verzió az Assassin's Creed játékokból. Ami jó volt, mert sok-sok újdonságot mutatott be, és ugye ott az volt az első játékok között, ami úgy igazából sok ellenfelet tudott felmutatni a pályán egyszerre. De nem volt túl változatos, majdnem minden küldetés ugyanolyan volt, sőt még a story missionök is nagyon-nagyon hasonlítottak egymásra. Na persze, én annó akkortájt ezt élveztem, de most már szerintem nem lenne túl szórakoztató. A kettő az egy nagyon jó játék volt, ott már látszott rajta, hogy kezdenek kiforrani a dolgok, de... Szerintem ember nincs a földön, aki még nem vitte végig azt. Na. Nem egészen jött össze. Mász már föl. És annak volt ugye egy multiplayer része, ami szintúgy nem volt rossz, tehát avval is el lehetett lenni igencsak jól. Ugye jött hozzá a Brotherhood, ami egy másik volt, egy másik kiegészítő, az is nagyon jó volt. Ráadásul ugye az Assassin's Creed 2 főszereplője Ezio óta szerintem nem volt annyira, hogy is mondjam, közkedvelt főhőse az Assassin's Creed játékoknak, mint Ezio. Nagyon-nagyon karizmatikus egyéniség volt. És ő vissza is tér a Revelationbe kicsit már idősebbként, hogy szórakoztasson minket. De mint mondtam, ezek a játékok már elég régiek, és a Black Flag után már nem is tetszettek annyira a játékok. És megmondom, hogy miért, mert a küldetéseken... Mix Urukfli Terror. Oké. Okay. A küldetéseken nem változtattak szinte semmit. Tehát majdnem mindegyik... küldetés ugyanolyan volt. És ez idő után tényleg repetitívé válik. Játszani még mindig élvezetes, noha ott a 10.-20. mellékküldetés után már számomra is eléggé repetitívé vált a dolog, noha a játékmechanikák még mindig teljesen élvezhetők voltak. De ez tipikusan az a fajta játék, amit már csak akkor élvez az ember, hogyha játsza, nem pedig ha nézi. A Black Flag az már szinte nem is volt Assassin's Creed, az egy Karib-tenger kalózai volt Assassin's Creed köntösben. Ettől függetlenül én rettenetesen élveztem, úgyhogy ha lesz is valaha AC játék a csatornámon, akkor az a Black Flag lesz. Hey! Stop it! A Unity az kifejezetten nem tetszett. Nem szerettem a francia forradalom idejét. Mármint így úgy értem, hogy történelem tantárgy szempontjából. Hány uruk menekült eddig el? Alakul. Ugye meg akarom csinálni a bónuszt, mielőtt még megcsinálom a küldetést. Oké, 5. Úristen, mennyi rabszolga. Úgyhogy ha majd felszabadul némi hely a csatornámon, mármint úgy értem, hogy program szempontjából, mert most ugye van tervbe véve a Forest. Azt már amúgy is késleltettem egy szekciót, tehát egyel hátrébb léptettem azért, hogy a Shadow of Mordor tudjuk játszani, mert ugye lassan kijön a Shadow of War, amit szintúgy szeretnék majd nektek prezentálni, ha nem is rögtön, de majd szépen idővel. És ugye szerettem volna a régi részt először végig tolni. Ahogy azt a Far Cry-el is tettem, ugye Far Cry 3-mal kezdtünk, most jön a 4, aztán jön a Primal, és valószínűsíthetőleg lesz majd a Far Cry 5 is. Tehát helyem az nincs. És ráadásul a Foresten kívül még van néhány meglepetés játék, amit szeretnék végigtolni. Nagyon-nagyon szeretnénk kipróbálni a Prey-t. Noha sokan szidják, mert nem olyan lett, mint az elődje. Ne, én nekem az elődjével voltak a problémáim. Tehát a Prey maga, mint régen játék nem tetszett. Egyrészt a sztoria miatt. Másrészt azért, mert nem volt túlságosan jó játék igazából. Tehát így... Nem tudom, nem nagyon tetszett ez a dolog. Az ötlet jó volt, viszont ez tipikusan az a fajta játék volt, ahol az ötletet nagyon elcseszték. Tehát valamint az ötletre nem tudtak nagyon ráépíteni sztorit, meg játékmechanikát, úgyhogy igazából ott az elődjéve volt a program. Viszont ott az új rész, az túlélő játék, ráadásul space-ben játszódik, lehet benne craftolni, lehet benne stealth-be lopakodni, lehet benne hackelni, lehet benne alakot váltani, mindenféle frankó cuccot lehet benne csinálni, és... hagyjatok már harcolni, please. És rettentő érdekesnek tűnik.
Oh shit, mi történt? Mi volt ez a wombó kombó? Gyomunk egy combat drain-t, hát ha is elijeszti az emberkéket. Úgy. Úgyhogy az is egy nagyon jó játék, azt is nagyon-nagyon szeretnénk kipróbálni. Hú, mi van még? Úristen, van még egy csomó. Ugye ott van a Far Cry Prime-ből, majd a Far Cry 4 után érkezik. Úgyhogy ahhoz is ugye össze kell szednem még az energit, meg az időt, meg az ilyesmit. Úgyhogy ja, játékból nincs hiány, rengeteg jó játék jelent meg az elmúlt időben, és visszanyúlni az Assassin's Creed szériához tényleg csak akkor tenném meg, hogyha nagyon-nagyon sokan kérnétek. De eddig összvisz 3 vagy 4 ember említette, / kérdezte meg, hogy lesz-e Assassin's Creed játék. Szeretnék tényleg a ti kedvetekre is tenni, de egyszerűen nincs időm. Ha napi 4-5 videót lenne időm feltölteni, az úgy tök jó lenne, mert akkor természetesen szakítanék időt az alcéra is. De oh god, ha annyi időm lenne, az nagyon jó lenne, de sajnos nincsen. Talán esetleg, hogyha ugye felszabadul némi szabadidő, értem én ez alatt azt, hogy felrobbant a csávó. Hogy ugye már nyomni fogom újra a Seven Days to Die-t, nyomni fogom újra a Subnautica-t, ugyanis a Subnautica lassan megjelenik, tehát végleges verziót ér el. Hey, nem hagyom el a missionáriát, gyertek közelebb. Gyertek! Na! Miért nem jön ide egyik se? Na, félnek, hogy tűzte biztos. Úgyhogy azokat mindenféleképpen nyomni akarom, és ugye azokon kívül, amik azért a Subnautica-t ugye ne számoljuk, mert az ugye végleges verzió lesz, tehát azt végig fogjuk tudni majd vinni. Tehát hogyha majd az is lepörög, akkor marad a Seven Days to Die, ugye, ami még mindig end lesz. Tehát nincs... Oh fuck, ez jó béna lövés volt. Oh shit, ez egy fucking berserker. Oké, Kerebrimbor, segíts egy picit. Please, anyád! Shit! Ola, ole, 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 sokan vagytok, hello! Valaki segítsen, karagorok valahol? No? Nem? Oké. Okay. Hogy is kell aktiválni a kardunk képességét? Jaj, nem! Megint a berserker. Ó, sikerült elfordulnom, még mielőtt megütött volna. Tehát lesz egy játékunk visszatérve a témára, ugye a Seven Days to Die, ami folytatólagos lesz, aztán végig kell vinnünk a Subnautica-t, és akkor felszabadul 2 hely, az egyiket be fogja tölteni majd a Forest. Továbbá sokan kértétek, hogy térjek vissza az Ark-hoz is. Az Ark-ból is ugye van 2 féle. Tehát ott van a Scorched Earth, ott van a sima Ark. Úgyhogy úristen, több mint elég játék áll a rendelkezésünkre, úgyhogy egy szó mint 100 nem valószínű, hogy fogunk Assassin's Creed szériát tolni, ha csak nem kéritek tényleg rettentő sokan. És ugye akkor is még ki kell választani, hogy melyiket toljuk, és én nekem igazából csak a Black Flaghez lenne most türelmem és kedvem, ugyanis az mutatott valami olyasmit, amit még nem sok játékban láttunk. Tehát ugye a kalózkodás, maga a hajó fejlesztés, maga a hajó vezetés, az valami fenomenális, tehát tényleg rettentő király módon meg lett benne csinálva, és hát ugye Assassin's Creed, tehát ugye a fightok nagyon jók benne, majdnem annyira pörgős, mint itt a Shadow of War-ba, meg hát a mozgáskultúra az mégiscsak ott van. Meg hát Assassin's Creed, ki ne szeretne egy bedesz csukjás csávóval szelni a tengert, kalózhajókat fosztogatni, meg mi magunk kalózkodni, tehát ja, valószínű. Hogyha lesz rá időnk, és Assassin's Creed-et fogunk játszani, akkor valószínűleg a Black Flag-et fogjuk játszani. A Revelation-t lenne még érdemes bemutatni, mert ahogy elnéztem, azt nem sokan ismerik, viszont az egyik legjobb edziós része az Assassin's Creed szériának. Na, teljesen kiszáradtam, de legalább haladtunk a sztorival is, és csináltunk egy mellék mission-t is, úgyhogy, ja, story mission. Ah, Vendetta! Vendetta! Csináljunk egy Vendettát! Ezeket nem szeretem kihagyni, csináljunk egy Vendettát! Persze ezek is olyanok, egyet megcsinálsz, jön a helyére 2 másik, de ezek akkor is fanok. Jól esik boss utáni. A más játékosokon. Más játékosok kért, mondjuk inkább így. Hallanak ability? Kaptam egy ability-t? Ja, itt van még a dagger-es cumó. Viszont össze szeretném gyűjteni a Flame of Asgard-t és a
Shadow of Akarnt, úgyhogy ezeket egyelőre hagyjuk. Életerő meg fókusz az jól jönne mondjuk, de életerővel nincsen gond. Úgyhogy, what? Kaptam egy runát? What? Oh, biztos kaptam egy runát, de most annyira nem számít. Úristen, mennyi ork! Hagyjatok békén. Megyek bosszút állni, nem érek rátok. Tedd el a kardulat, tedd el a kardod. Tedd már el a kardod, köszönöm. Gyorsabban futhatni is nála a fegyver egyébként, csak azért akartam. No! Ki ez? Ó, de csúnya. Szép zöldszeme van viszont. Két játékost is megölt. Ugoka de korruptor. Oké. Okay. Sims van. Ó, oh, de bedesz. Jó az a kard. Ó, oh, 5 perc alatt. Oké. Okay. Ugye, csinálunk egy kis partit. Remélhetőleg nem lesz majd mérges rám a csóka, hogy ugye rászabadítok néhány karagort. Nem szeretnénk, hogyha fölpimpelődne miatta. 5 perc alatt kell megölnünk, úgyhogy most az idő is számít. Próbálok sietni. Noha nem elsietni. Viszont még nem látom sehol az emberünket. Ó! Oh. Ó, oh, az nem ő. Bloodex, de ő vulnerable to stealth, úgyhogy vele nem lesz nagy probléma. Viszont Monster Slayer, hopp! Gimu the Tainted, ő is vulnerable to stealth finisher, oké. Okay. Tehát kettőt már látok, de az emberünket még mindig nem. Tehát lesznek egy páran. 153-an. Ugorj, ugorj, ugorj. Nem arra, mindegy. Őt láttam, őt láttam. Valószínűleg itt lesz valahol a... az erőd. Oh shit, nem láttam, hogy itt leugrok. No, 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 no. Jaj. Hol az hol a francba van ez? Itt a körön belül. Wait, what? Én ezt értem, hogy... Oh, shit, ott egy... vad karagor. Hát én nem látom. Hol törz? Oh, megláttak. Shit. Akkor valószínűleg arra fele lesz valamerre. Én azt hittem, itt lesz bent az erődbe. Általában itt szoktak lenni, de ott, 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 ott van. Ugakuk de korruptor, damage ranged attack, combat finisher, és utálja, ha megégetik, stealth kill-re immunis, poison cloud, grapple, poison weapon, fearless, sniffer. Hú, ki tud minket szagolni? Hát nem hiszem, hogy egy nyíllövésnyi távolságból ki tud minket szagolni, de majd megnézzük, hogy hogy is alakul ez a történet. Elméletileg sebezhető távolságival, úgyhogy próbáljunk egy ilyet. Ó, oh, sebezhető, de nem halálos. Szia! Na, azt majd meglátjuk, barátom. Két játékost is kinyírtál. Mitől vagy te ilyen erős? Mitől vagy te ilyen erős? Mondd meg nekem. Aztán lokkoljuk. Megpróbáljuk. Hopp, jó, oké. Combat finisher is működik, úgyhogy nagy gond nincsen. Hátraugrunk, nyomunk egy ilyet, hogy pipuk, szicuj. Oké, okay, hátraugrunk, nyomunk még egy ilyet. Hopp, szipszup. Ciao. Lehet a távolsági támadásokat is. Oh shit, mérgező felhője van. Nice. Végre kihívás. Egészen idáig. Nem lehet hozzá közel kerülni ugye a mérgező felhője miatt. Valószínűleg ebbe haltak bele a legtöbben, úgyhogy... Oh shit, ti még harcoltok? Oké, okay. Oké. Okay. Oké, okay, meg akartok halni, látom, jól van. Te, barátocskám, nagyon útba vagy nekem itt a bazi nagy pajzsoddal. Kerebimbor, segíts! Ó, oh, itt vannak a gúlok! Fuck! Akkor nyomunk egy ilyet, hogy a gúloktól búcsút vegyünk. Hopp! Ó, oh, wow, wow, wow! Yeah! Szükségem van nyílveszőkre. Köszönöm szépen. Oh my god! Head explosion. A brutalizációs kill kicsinál, vagy illetve ad néhány nyilvesszőt, de nem fontos, mert csak 19%-os, úgyhogy... Oké, okay. Ezt a poison immunity-t is fölbontjuk. Nem, nem engedi fölbontani, wow, oh, shit. Nem akartam betenni. Oh, érdekes. Weapons and runes, bow. 34%-os esélye, visszakapunk 5 HP-t, hogyha kinyírunk valakit nyíllal. Mondanom sem kell, hogy ez igencsak kevés százalék, úgyhogy nem számít. Oké. Okay.
Ez is megvan. Megvan a Vendetta, bosszút álltunk 2 darab játékosért, és a szerencsénkre itt van a story mission mellettünk, úgyhogy... Do it! Yay! Tovább megyünk Nurn területére. Végre egy kis napfényt is fogunk látni. Micsoda hajcsatja van, tök jó. Elfogadnám. Egy kis oroszlános ezüst csat. Zsír. Cosplayhez jó lenne. Na nem, mintha annyit cosplayeznék. Oké, tehát túljutottunk Mordor kapujának területén. És Nurn partjait vettük célba. Ó, végre egy kis zöld. Hála az égnek, végre egy kis zöld. Ilyet megismerkedünk majd még egy karakterrel, Thorinnal, ha minden igaz. Jól mondtam a nevét? Azt hiszem jól mondtam, de lehet, hogy összekevertem valami más törpel. Oké. Lady Marwen, Queen of the Shore. Ó! Oh. Eléggé úgy néz ki, mint ahogy Theoden király is kinézett. Hi! Nice stuff. Oh. Tehát látja Celebrimbort, legalábbis érzi, hogy itt van velünk. Oké, tehát meg kell találnunk egy törpöt. Ó, ő az anyja. Oké. Oké, tehát elfoglalták a bázisukat, ahol a gyógyszer volt. A gyógyszere volt az idős hölgynek. Oké, senki nem tudja egyébként, hogy mi baja, de láthatjátok, aki látta a Gyűrűk Urát, az tudja, hogy Theoden királyt is megszállt egyszer Saruman, és ahhoz hasonló állapotban van most ez a hölgy is. Nekem ez volt az első gondolatom, amikor elkezdtem játszani, és ugye először játszottam, és megláttam, hogy hogy néz ki. Hú! Quite a bit of loading. What the fuck? Mi ez a sok loading? Kérem szépen. Tessék gyorsan betölteni nekem Nurnt. Hagyj rohangáljak végre a zöld gyepen egy kicsikét. Morgoth Scarba kell eljutnunk. És elvileg kinyílik egy csomó... No Green Bus. Egy csomó Survivor Mission és Hunting Mission, ugye, amiket az előző részben nem tudtunk még megcsinálni. Az előző részen, pontosabban. És itt egy torony, amit végre megmászhatunk és felfedezhetünk. Ezt gyorsan eltakarítjuk a szemetet. Mondjuk valahogy így. Ó, alig várom már, hogy chainelni lehessen ezt a képességet, imádom. Whoop-ti-doo! Yeah! Hi! Végre zöld, hála! Én úgy de vártam már, hogy itt legyünk. Kisebb a terület, láthatjátok, hogy jóval kisebb. De nem annyira rossz. Oh shit, mi ez a loading már megint? És újra gyűjtögethetjük magunknak a kis pénzt. Fönt? Up, yep. Oké.
Nandu Nani. What? Nem tudok elfül. Shit! Annyira szép nyelv, de nem tudok. Nem tudom. Ezt alig bírom kiejteni a szavakat, mikor ahhoz kerül sor. Ott mi van ott? I don't know. Opi. Opi. Beköszönünk. Háj! És kérem vissza a nyilvesszémet. Kár, hogy ebből a képességből nem lehet instantot csinálni, csak egy tuk, és már robbanna is szét a fejem. Mondjuk így. Oké. Tehát, ó, az a karaván, oké. Valaki közelbe, senki? Ott van néhány ork, az nem számít. Yay! Ha! Oké, tehát követni kell a ghouloknak a nyomait. Hol vannak a... Hopp, megvannak. Tehát a ghoulok szétszedtek mindent, megölték az urokokat és továbbálltak. Nekünk pedig le kell trackelni őket. Easy! Itt majd újra elkezdhetjük gyűjteni az információkat, ugye? De egyelőre most még nem igazán érdekelnek ezek a dolgok. Egyelőre haladjunk egy picit a... Főküldivel. Hú, néhány karagor. Igen, itt erősebben jelen van a vadvilág, tehát itt számítani kell arra, hogy belefutunk karagorokba lépten nyomon. És ugye ők tudnak falat is mászni, tehát óvatosan kell velük majd elbánni. Nem igazán tudunk tőlük fölmenekülni magas helyre, mert felszaladnak utánunk, basszus. He? Oké, ó, shit, oké. Kerebrimbor, köszönöm szépen. És arra megyünk tovább. A Nur partjai. Imádom, gyönyörű. És a Shadow of War az még szebb lesz. Még jobban ki lesz dolgozva. Ó, alig várom már. Ez itt Morgoth Scar. Reach the vision of artifact without triggering a Ghoul's Horn. Hoho, tehát Steeled-ra kell nyomnunk. Gyerünk, gyerünk. Anélkül, hogy észrevennének minket a ghoulok, mondom, hogy észrevennének anélkül. Köszönöm. Elég nehéz így közlekedni, hogy a... Az Elf Vision van benyomva. Oh. No, no. Go, 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 go! Gyorsabban, 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 gyorsabban! Néha úgy beragadt Talion, alig lehet irányítani. Jaja, ja. A tüzet fogjuk használni, hogyha... Ott van egy artifact. Azt is fel kéne szedni, de hogy? Oh shit, itt rengetegen vannak, majd visszajövünk érte később. Most még ugye azon áll vagy bukik a küldetés, hogy... Triggereljük-e őket, vagy sem. Úgyhogy most nem próbálkozok meg összegyűjteni mindenfélét, mert később max kamerán kívül visszajövök érte. De most nem érünk rá sajnos. Ilyenekkel macerázni. Oké. Okay. Oké, okay. Hol vagyunk? Fölfelé, jó. Basszus, de hosszú ez a barlang. Oh god. Erre a helyre emlékszem. Igen. Jó. Cutscene! Ó, oh, itt a kalapács! Itt van Kerebimból kalapácsa. Amit még Saurontól kapott. Ah. Mithril kalapács. Mekkora király. Nem kéne kiabálni. Ugye ezzel kovácsolta a hatalom gyűrűit. És a Dark Lord himself. Ó, oh, ez Galadriel? Ez Galadriel úrnő, ugye? Gyönyörű.
What is that? Ah, Ghoulmetrian, of course. Egy matron, tök mindegy. Holy shit! Elkapott! Jesus! You motherfucker! Nem szeretek közel kerülni hozzá, pont emiatt. De a távolsági támadásokkal kicsit meg lehet ezt trükközni. Gyorsan kinyírjuk így, még mielőtt idejönnek a többiek. Annyi nem. Ez a legegyszerűbb és leghatásosabb módja, bár ha van tűz, és pár pedig van tűz, akkor be lehet játszani egy kicsit így is. Holy shit! I hate this shit! Te csúnya! Fúj! Na, kelljünk már föl. Oké. Arra fele kell kimenni. Oh shit, időre megy. Oké, go, 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 go. Menjünk! Kills ghoul with fire. Oké. With fire. Pup. Ez most miért nem robbant föl? Oh shit. Oké, kelj föl, kelj föl, gyerünk, 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 go, 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 go. Utálom azt a küldetést, ami időre megy. Ah. Gyertek, kövessetek, kövessetek, kövessetek a tűzig. A következő tűzig. Gyertek, csak gyertek. Gyertek, csak gyertek. Kis csibék vagy, nem tudom mik. Fú, mindig gusztustalanak vagytok, basszus. Hát nem kéne beleállnom egyébként a tűzbe, miközben lövök, de mindegy. Fúj! Valaki nagyon meg van fázva. Öhö. Húhú! Vagytok egy páran? Oké, okay, bonus mission complete. Oh god, megmérgeztek. Nem, engedd el, fuss! Talion, ne szórakozz velem, a gombát akartam felszedni. Oké, okay, kijutottunk. Ó, bőven volt időnk, azt hittem, hogy hosszabbat kell futnunk. Hi. És ellen legurítja mellém a robbanós hordót. Azt mondja, mennyi fedezékbe és mellém gurítja. What the fuck? Oh. Hello. Király voice actor. I'm Torben, the beast hunter. And I bet 10 pints you just nabbed the treasure I was after. Now I am grateful for the assistance, but it does not grant you proprietary rights. Keep it! I just found something a lot more valuable. And what would that be? My new hunting partner. Oh, remek. What you hunt does not interest me. Even if it leads you to the chisel that belongs with that hammer. Oh, tud még egy kis cumót, ami a kalapácshoz tartozik. Cserébe viszont azt kérem, hogy mi vagyunk, ne legyünk a vadász partnerei. Igen, itt már kezdenek összeszokni Kerebrimbora, tehát mondani se kell, hogy mit szeretne, de már tudjuk. Oké, okay, nice, ez a küld is megvan, tehát akkor Torvin vadász partnerei leszünk erre az időre. Ugyanis tud egy újabb kis erekét, amire szükségünk lesz ahhoz, hogy Kerebrimbor erejét tovább pimpeljük. New mission available! Ugye Torvintól vadász küldetéseket kapunk, és azt a kis vad, aranyszínű vadász jellel, az a három karom jelével fogja jelezni nekünk, és... Van más küldetésünk is még hátra. Survival Challenge. Alfirimből kell négyet találnunk, az a sárga levelű virágból. Oké. Okay. És ugye a hunting küldetés azért mindig az, hogy meg kell ölnünk egy graugot. Azt a nagy dögöt. Hova szaladsz? Nem menekülsz a kocskám. Pontosabban óruk, de mindegy. Ó, itt egy sárga növény. Na. Jó van, tehát akkor halad tovább szépen a küldetés. Ezzel minden rendben van.
Nézzük, hogy mi az, amit még gyorsan meg tudnánk csinálni. Egy Vendetta. Horza Metal Beard. Perfect Bite-ot ölte meg. Why not? Miért is ne? Úgyis itt van közel, és viszont... És már nem szeretnék belekezdeni egy újabb story missionbe. A lényeg az, hogy végre túljutottunk ugye ezen a Fránya Mordor kapuján. És egy új területet találtunk magunknak. Tudom, hogy rossz felé futok, de kell a levél. Hogy haladjunk a Survivor missionnel is. Oké. Még kettő kell Alfirimből. Na, nem is így, így megyünk. Megkapjuk a túlszabadítóst is a informátorunktól. Hunger, oké. Jó. Egyetlen egy ember tölt meg. Valószínűleg nem lesz túl nehéz. Oh my god, de jó az a kard. Stealth kill the target. Nice. Végre valami, ami nekem szól. What? Sehol senki. Oké. Holy moly. Tényleg sehol senki. Mekkora ez a kör? Oké. What the fuck? Wow. Oh, kiszaladtunk a területből. Huh. Lehet én vagyok vaksi, de senkit nem látok. Az milyen? Ugye nem bugolt be a küldi. Ez a terület hemzsegni szokott az urukoktól. What the fuck? Na jó, ez furi. Ez nagyon furi. Wow. Sehol nem látok senkit. Néhány egy ilyen kósza uruk jobbra-balra, de egyébként senki nincsen. Hová megint? Kapunk egy infót. Ezt felszedjük közben, ha már itt van a szemünk előtt. Úgy látszik... Kezdjük a kapitányokkal. Level 16. Nem tűnik túl erősnek. Oké. De soha ne becsüljük alá az ellenfeleinket. Hát lehet, hogy nekem stealth healezni kéne a célpontot, de hogy ő el tud bújni, az biztos. Jeez. Ez meg már ugye a területnek a vége. Ha. Hol a... lehet, hogy ez egyik barlangba bújt el. Nem lenne meglepő egyébként. A menedéket kéne keresnem, valószínűleg én is ott tenném. Bár az egyidejűleg zsákutca is, tehát. Hopp! Fandja! Oké, nice. itt nem tudunk elmenni, akkor gyerünk föl. Oh shit, itt meg nem tudok felfutni. Tényleg a barlangba bújt el, igazunk lett. Hát itt egy kicsit nehezebb lesz a stealth kill, ugyanis nem tudunk bemenni anélkül, hogy ne riadóztassuk az urukokat. Úgyhogy lehet, hogy nem lesz az annyira egyszerű. Mint amilyennek elsőnek gondoltam. Ó, nincs bent a barlangba. Oké. Azt mondja, hogy átjutnék oda, talán még egy ledge killbe is bele tudnék nyomulni. Oké. Valószínűleg ezt fogjuk csinálni. A ledge kill is stealth kill. Csak a megfelelő embert kell oda csalni. Elég sokan veszik körül. Ami igazából nem probléma, csak az, hogy észrevehetnek. Oké, gyere.
Nice. Bónusz missionnel együtt. Cool. Na, hát ez könnyebben mennyi gondoltam. Megtalálni nehezebb volt. Hi. You go fuck yourself. And you too go fuck yourself. Oh my god, ez felrobbant. Oké. Okay. Oké. Okay. Tőled pedig szépen visszakapjuk az nyilvesszőinket. Mindet. Kétszer is ki lehet. Oh wow. Oh, szívós lindög vagy te. Na nézzük, milyen rúnával dobott meg minket a jó fiú. 50%-os eséllyel 50 fókuszt kapunk a Head Explosion Kill-lel. Nem egy nagy szám. Nem egy nagy szám. Viszont... Ó, még mindig kevés. Shit. Ugye őket szeretném feloldani, azt sem majd utána rámegyünk a többire. És Ability Pointból sem tudunk egyelőre újat osztani, mert kell hozzá három mission is. Itt van a Brand egyébként. Ezt kapjuk majd meg a küldetések során. Na jó! Hát szerintem ennyi fért bele a mai epizódba, srácok, remélem, hogy élveztétek. Elég sokat haladtunk a történettel, és végre kipimpeltük a kardunkat is, úgyhogy már csak az íjunk és a tőrünk van hátra, hogy véglegesítsük a végső formájukat. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, dobjatok egy lájkot, ha úgy érzitek, hogy megérdemlem. A következő részig pedig kitartást kívánok. Sziasztok!